A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, bizonyára emlékeznek rá, kedves nézőink, hogy az Alberige Szimfonikus Zenekar évadnyitójáról beszámoltunk, hiszen ez egy fontos pillanat a zenekar életében, és fontos számunkra is, hiszen véget ért a Covid által, a koronavírus által okozott, illetve a nehéz gazdasági helyzet által okozott űr, ha úgy tetszik, és fantasztikus évad vár a klasszikus zene barátaira. Mai vendégem pedig Dobry Dániel, a kortárs művészeti vezető a zenekarnál. Nagyon fontos pillanat volt ez, hiszen különleges zenei csemegéket kaptunk már az elmúlt évben azért, mert hogy az az évad az majdnem teljes volt, és hát az idén nem különben. Én azt hiszem, hogy a kortárs zenéről nem beszélhetünk eleget, hiszen Székesfehérvár, illetve az Alberige Szimfonikus Zenekar nagyon sokat tett azért, hogy meghonosítsa a kortárs zenét a kínálatában, és ez már fontos. Egyszer azt mondtad nekem, hogy az Alberige Szimfonikus Zenekar szintet lépett, és ennek meg kell felelni, és folytatni kell ezt a megkezdett utat. Azzal együtt, hogy a kortárs zenét is szeretnénk meghonosítani. No, ha visszatekintünk, akkor az eddigi, tehát az új vezetés által képviselt műsortervben ez sikerült-e, miként látod? Ez egy jó kérdés, szia Lajos, én is örülök, hogy itt lehetek. Ez egy nagyon jó kérdés, mert most megint ezzel szerettem volna kezdeni neked, hogy nekem most megint az az érzésem, hogy most megint lépünk egy szintet. Ezt a Péter, Dobszai Péter kollégám úgy fogalmazta meg, hogy mi igazából most érkeztünk meg, most kezdődik a harmadik évadunk, ebből az első két évad az azzal telt, hogy megpróbáltuk felépíteni azt a víziót, elkezdeni kiépíteni azt a víziót, amit a pályázatba leírtunk Ruf Tamás igazgatóval és Dobszai Péterrel. Ezt apránként próbáltuk meg felépíteni az elmúlt években, és azt hiszem, hogy most jutottunk el oda, azért gondolom, hogy szintet léptünk, mert ez lesz az első teljes kifogásmentes, kompromisszummentes évadunk. Az én szempontomból mindenképpen lesz egy teljes kortárs bérlet ebben az évadban. Nagyon sok magyar zeneszerzővel, nagyon sok nemzetközi szinten is jegyzett karmesterrel, ők zeneszerzők a vendégeink lesznek, beszélgetni fogunk velük, a közönség is beszélgethet velük. Szóval azt gondolom, hogy az, amit mi elképzeltünk két és fél évvel ezelőtt, annak most látszanak az első jelei, az első bizonyítékai, hogy az működik, hogy arra van igény, arra van közönség, az hat az emberekre, az jót tesz az embereknek, szóval mondhatom most is szerintem. Igen, mert most ismét téged igézlek, az én mániám vagy szenvedélyem a kortárs zene kérdésében a kommunikáció, mondott-e, és hogy megpróbálod a tudásod szerint a legjobb darabokat írni a zenekarnak, ez mondjuk természetes, hiszen ez így is van, és a legizgalmasabb, sokoldalú fiatal szerzőket, kortárs szerzőket idehozni Fehérvárra. És azt hiszem, hogy ezt valóban kommunikálni kell, hiszen valljuk meg, hogy aki a klasszikusokhoz szokott, a régi nagy klasszikusokhoz, az némiképp idegenkedik az újtól, főleg a kortárs zenében, és ez így van a kortárs zenében is. Persze. Tettél ezért, hiszen ez elsődleges szakmai feladat. Ez egy teljesen természetes reakció, hiszen az ember először mindig fél az újtól, idegenkedik az újtól, a jól megszokotthoz könnyebben tud kapcsolódni, de azt hiszem, hogy nálunk most már a kortárs zenejátszás is lassan a jól megszokott
kategóriába tartozhat, persze szónak a legjobb értelmében. Tavaly indítottunk el egy sorozatot, ami, hát megint csak magamat tudom ismételni, nagyon fontos része a kommunikáció, az, hogy kommunikáljunk is a zenéről, ne csak a zenével kommunikáljunk, hanem a zenéről is. Ez a sorozatunk, ez a Kérdezz a zeneszerzőt címet viseli, és több zeneszerző is a vendégem volt, vendégünk volt ezen a sorozaton belül. Ez úgy néz ki, hogy új darabokat játszunk és mutatunk be a közönségnek, és meghívjuk ezeknek a daraboknak a szerzőit, és ezekről a darabokról én is beszélek, valamint a zeneszerzőkkel beszélgetek egy ehhez hasonló kerekasztal jelleggel a koncert során, és ami a legfontosabb, a közönség is beszélgethet a zeneszerzőkkel, folyamatosan kérdezhet, beleszólhat, kommunikálhat ezeken a koncerteken. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem is közönségként, hanem közösségként működik a hallgatósága ezeknek a koncerteknek. Ez az volt a tapasztalatunk az elmúlt évadban, hogy ez működik, ennek kialakult egy hát majdnem mondjuk több száz fős törzsközönsége, vagy 1-200 fős törzsközönsége, akikkel folyamatosan kapcsolatban vagyok én is, folyamatosan járnak a koncertjeinkre, a többi koncertünkre is, és hát most az a cél, hogy ezt tovább építsük, és ezt rendszeressé tegyük. Most is nagyon sok zeneszerző lesz a vendégünk ebben a sorozatban, tényleg a fiatalabb generációból is, de hát egészen a nagy generációig haladva. Most a legközelebbi koncertünkön, októberben például Madarász Iván Kossuth Díjas zeneszerző lesz az Alba Régia Kortárs klubjának, Kérdezz a zeneszerzőtnek a vendége. Ezzel természetesen erről még beszélünk, viszont a közösség megfogalmazás az egy remek gondolat mindenképpen, de itt azért kiterjedt, ki kell, hogy terjedjen a figyelmünk, hogy ugye vannak a klasszikus zenerajongók, akik nem feltétlenül fiatalok. Tehát azért azt látjuk, viszont a középiskolások megszólítása az az egyik legfontosabb feladatod. Ez mennyire sikerült, vagy sikerül ezzel? Hiszen ez elsődleges cél kell, hogy legyen, hiszen a jövőképet ők adják. Igen, igen. A középiskolások megszólítás is nagyon fontos, de általános iskolásoknak is csinálunk kortárs koncerteket, sőt óvodásoknak is csinálunk kortárs koncerteket. Valójában minden generációhoz ugyanazzal a nyitottsággal kell szólni, csak persze egy picit más nyelven, ezt én is tanulom folyamatosan, hogy melyik generációval hogyan kell beszélgetni, hogyan lehet beszélgetni, de hát nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nekem a kedvenc korosztályom az a középiskolás korosztály minden szempontból, mind a nyitottsága, fogékonysága, a vagánysága szempontjából. Én magam is nagyon szívesen emlékszem vissza a saját középiskolás éveimre, arra, hogy milyen hatással volt rám például Zalaegerszegen akkor az a zenei közeg, vagy színházi közeg, ami a mai napig is meghatározza az életemet, például Bagó Bertalan, a színháznak a művészeti vezetője révén, stb. Tehát én nagyon fontosnak tartom a saját személyes tapasztalataimból is ezt a generációt, és minden évben tartunk fiataloknak és gyerekeknek is kortárs beavató előadásokat. Ennek minden évben az a cím, hogy a jelen hangja, egy jelen hangjai, idén lesz a harmadik ilyen sorozatunk, ahol most már a kortárs opera világába fogjuk beavatni, tényleg az óvodásokat, általános iskolásokat, középiskolásokat, felnőtteket és a nyugdíjas idősebb korosztályt. Ez felelősség is, mert hogy ne feledjük, ez bizalmi kérdés. Ahogy te fogalmaztál szintén, hogy nem érteni, hanem érezni kell és beszélni róla. Ennél fontosabb nincsen. No, hát akkor ennek tükrében nézzük meg, hogy mi minden vár ránk. Ugye beszéltél a bérletekről, hát a partitúra ifjúsági bérlet ugye a szokás szerint a Székházban van. És októberben már is lesz Varsovszky Pállal egy találkozó, 9-én és 10-én, tehát két előadás, ez mindig kettő, tehát ez is fontos. Mert én azt tapasztalom, hogy a Székházban nem nagyon férnek be az emberek már.
Beszéljünk erről a koncertről először. Jó. Ez egy Mozart-Jupiter szimfónia. Így van, a Mozart-Jupiter szimfóniát fogjuk megismerni, és ebbe fogunk belemenni egy kicsit részletesebben. Szétszereljük, megismerjük a részeit, a működését a darabnak. Tényleg ilyen laboratórium jelleggel, azt is szoktam mondani ezeken a partitúra koncerteken, hogy hát igazából ez egy hangzó zenei laboratórium, aminek a gyerekek és a közönség a részesei, együtt szétszedjük és megvizsgáljuk a darabot, együtt hangszerelünk, megismerjük egy picit zeneszerzői szempontból, hogy hogyan működik a komponálás, hogyan épül fel egy zenemű, és milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy szokás szerint a székházban lesz ez a koncert, meg ez a koncertsorozat, hiszen egy évvel ezelőtt valójában félig kényszerhelyzetből, félig egy ötlettől vezérelve helyeztük át a partitúra koncertjeinket a színházból a székházunkba, és most már tényleg olyan érzés nekem is, mintha ez mindig is így lett volna. Vagytok. Otthon vagyunk, és működik, egyszerűen jobban működik ez a gondolat, közelebb van a közönség, jobban megvan ez a laboratórium jellege, ez a műhely jellege a koncerteknek. Marsovszky Pál lesz a karmestere az első partitúra koncerteknek, aki a fiatal generációnak az egyik nagyon jelentős karmestere. Félig Németországban, félig Magyarországon él, tehát nemzetközi szinten is jegyzett karmester. Én nagyon örülök neki, hogy dolgozhatom vele. Ismerjük egymást régóta, úgyhogy biztos, hogy jó lesz. Kíváncsi vagyok, hogy a fiatalok miként viszonyulnak Mozarthoz. Afelől viszont nincs kétségem, hogy a Prokofjev Péter és a Farkas az fantasztikus élményt nyújt. Ott pedig szintén ez két nap, decemberben, hétfőn és kedden, 4-én, illetve 5-én, és nézem, hogy közreműködik Nagy Péter. Így van. Ezt is szeretnénk rendszeresíteni, hogy mondjuk minden évben, ha lehet, előállunk egy mesével a gyerekeknek, tehát egy szimfonikus mesével. Tavaly ez Meskó Ilonának a darabja volt, a Fehér Lófia, idén pedig Prokofjevnek a Péter és a Farkasa lesz, ahova meghívtuk Nagy Péter színművész barátunkat, kollégánkat, hogy mesélj. Ez ráadásul ezer éves barátság fűz, hiszen én még emlékszem a Dobridán zenekarra is, igen, és igen. Azt hiszem, hogy Zalaegerszeg volt a mély barátság fűz hozzá. Nagyon is. És hát Tóth Vajna Gergely vezénye. Így van. Na hát ő egy másik nagyon jeles neve a fiatal generációnak, szintén nemzetközileg jegyzett karmester, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek vele és a közös munkára. Én nem ismerem még személyesen, de nagyon várom, hogy megismerjem. Aztán kérdezd a zeneszerzőt, ugye ebből lett, aztán később kérdezd a karmestert, Dobszai Péterrel, de most a zeneszerzőről beszélünk, hiszen ez egy fantasztikus sorozat, annál is inkább, mert a magyar zeneszerző generációkat fogod megismertetni azokkal, akik ellátogatnak, és itt nézem, hogy Madarász Iván, Fekete Gyula és Bella Máté. Így van. És te leszel a házigazda. Így van. Nagyon érdekes felhozatal. Így van. Madarász Iván, Kossuth Díjas zeneszerző, ő nekem egyébként az első zeneszerzés tanárom volt még a Konziban, és nagyon sokáig ő volt az Artisius elnöke, most tiszteletbeli elnöke, egy nagyon nagy nevű és invenciózus, izgalmas zeneszerző, és ő írt nekünk egy ősbemutatót, tehát ez egy ősbemutató lesz, egy pikoló verseny lesz, amit tőle játszunk, majd Kanyó Dávid játssza a pikoló szólót, úgyhogy hát én is még csak részleteket láttam a partitúrából, most fogom megkapni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon várom. Rajta kívül Fekete Gyulának játszunk. A Média Vita című darabját, így van. De ez nem vita, mint tudjuk. Nem, ez egyértelmű. Rajk Judit fogja énekelni ezt a darabot. Fekete Gyulát is ismerheti már a közönségünk. Rajk Juditot is ismerheti már a közönségünk, úgyhogy róluk most nem is mesélek többet. És egy Bella Máté nekem nagy kedvencem a fiatalabb generációból, neki pedig az About Time című hegedű versenyét fogjuk játszani. És ugye Madarász Ivánról már beszéltünk, a Kossuth Díjas zeneszerzővel egy beszélgetés, ami megint egy kivételes lehetőség. Én azt hiszem, hogy
hogy ő egy olyan személyisége a magyar kortárs zenének, ami nagyon-nagyon fontos. Így van, egy nagyon izgalmas ember is, és a zenéje is nagyon izgalmas, úgyhogy bátran kérdezzenek tőle bárki, tényleg ne csak zenét hallgatni, jöjjenek hozzánk, hanem kérdezni és beszélni. Kíváncsi vagyok. Aztán Ligeti, hát Ligeti évforduló van, a Ligeti reflexiókra szükség van, minden magára valamennyit adó szimfonikus zenekar foglalkozik ezzel ebben az esztendőben, nem vitás, és hát itt is lesz egy beszélgetés. Dargai Marcellel beszélgetsz Ligeti Györgyről és a kortárs zenére gyakorolt hatásáról. Egy ilyen beszélgetés mennyivel hozza közelebb Ligeti Györgyöt szerinted? Hiszen nyilván a klasszikus zene rajongók, kortárs zene rajongók ismerik betéve Ligeti György munkásságát, viszont aki először téved be, az miként tudja elfogadni, hogy egy legendával gyarapodik? Jót kérdezel, mert speciálisra tervezzük ezt a beszélgetést. Többek között azért is fogunk Dargai Marcellal beszélgetni, mivel ő eléggé szakavatott tudója nem csak a kortárs zenének, hanem mondjuk a filmzenének és a színházi zenének is, úgyhogy terveink szerint filmvetítésbe, filmrészletek vetítésébe is bele fogunk menni ezen a koncerten, és egy kicsit megismerkedünk azzal is, hogy mondjuk Ligeti György milyen hatással volt Hollywoodnak a működésére, a filmzenének a fejlődésére, hogy jelent meg Kubricknál, vagy egyáltalán hogyan, miért annyira vizuális Ligetinek a zenéje. Tehát kevésbé a tudományos kortárzenei szakmai oldalról próbáljuk majd megfogni Ligeti zenéjét, és egy picit inkább a társművészetek felé szeretnénk kapcsolni ezen a koncerten. Úgyhogy itt elhangzik majd Ligetinek a kammerkoncertje, és Dargai Marcellnak a kammerkoncertre reflektáló új darabja, és nagyon különleges karmestere lesz ennek a koncertnek, és Tihanyi László, aki a Zeneakadémiának a doktori iskolájában tanít, egy nagyon nagyszerű, nagyon nagy szaktekintély, nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérésünket, nagyon jó lesz vele is dolgozni. Aztán lesz ilyen, hogy én vagyok méghozzá nem is sokára. Így van. Én vagyok magamnak, néked én te vagyok. Így van. Ez az én vagyok, ez Kodolányinak a Kodolányi regényén alapul. Ez egy koprodukciónk a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színházzal, Csadi Zoltán rendezésében valósul meg. Ezt egy évvel ezelőtt mutattuk be egyébként Dunaújvárosban, most lesz a fehérvári bemutatója, és Stravinsky és Bach zenéje mellett egy fiatal zeneszerző, korosztályombeli zeneszerző, Farkas Bence zené is. Ugye ez Arszakra rendezvény, méghozzá a záró hangverseny a Szent Imre templomban, azért azt tegyük hozzá, és nagyon-nagyon fontos, hogy olvasom, hogy Csadi Zoltán és Németh Irma, népdalénekesek, illetve a Dunaújvárosi Vegyeskar is. Így tehát van. Sikerült kitágítani úgymond ezt a klasszikus zenei művet azzal, hogy teljesen más stílusokat is egyben megismerhetünk. Igen, ez egy oratórikus színházi előadás, de tényleg a népzene, a kóruszene, a kortárzene is szerepet kap benne, és igen, és az is nagyon fontos, hogy sikerült a zenekart is egy picit kitágítani mondjuk a megyének a másik felére, tehát Dunaújváros felé is, ahova most már visszük második éve a partitúra bérleteinket is a Dunaújvárosi gyerekeknek. Azért ez nagyon fontos, hogy tágul a kör. Nagyon. Nyilvánvaló. Mint ahogy az is, hogy azért lesznek vendégfellépéseitek. Erről beszéljünk egy kicsit, hiszen nagyon fontos. Róma szerelmes vagy te magad is. Most itt véletlenül elárultad, hogy már készülöttök, hiszen én azt hiszem, hogy Rómába menni, és ezt úgyis nagyon régóta tudjuk. Milyen terved van? Igen. Ez is egy olyan terv, amit az elejétől fogva tervezünk. Én Rómában éltem, dolgozom sokat. Nagyon szeret
szerettem volna, és szeretném oda eljutatni a zenekart koncert turné formájában. Ez tavaly végül is félig sikerült, hiszen egy kamaraformációval volt egy nagyon szép koncertkörútunk Rómában. És idén pedig, hogyha minden jól megy, akkor tavasszal a teljes zenekarral is eljuthatunk az olasz fővárosba, ahol tőlem is fogunk játszani darabot terveink szerint, és például Kodálytól és Dohnányitól is. Úgyhogy hát erről még pontos részleteket nem tudok mondani, de minden igaz, akkor ez tavasszal fog megtörténni, és az a tervünk, hogy a magyar klasszikus zene napját, mint brandet, mint rendezvényt elvigyük Rómába, és itt is a vendégünk lesz Rajk Judit és Kéringer László énekesek is, és most pedig a jövő héten, vagy picit több mint egy hét múlva pedig Pozsonyba megyünk, ahova szintén szoros kapcsolatok fűznek engem is, sok szakmai kapcsolat is. Oda pedig egy filmzene koncertet visszünk a Sinfonia Umenyie Fesztiválra, ami egy nagyon rangos klasszikus zenei fesztivál Pozsonyban. José Cura virághírű operaénekes a fővédnöke, tehát másnap utánunk ő fog fellépni ugyanezen a színpadon. Pad Zoltán lesz a koncert karmestere, és hát nagyon várjuk majd most. Ez egyébként megerősítést jelent, én azt gondolom. Róma mindannyiunk közös hazája, azt tudjuk, Pozsony nem különben. Azt hiszem, hogy ez egy csoda. Mivel foglalkozol mostanában, mostanság, hiszen nyilván nagyon is jól tudjuk, hogy ezek előkészület alatt vannak, de egy zeneszerző soha nem pihen. Hát igen, nagyon sok mindennel, ugye most elsősorban az évad előkészítésén, elkezdésén, emellett most egy baletten dolgozom a Szegedi Kortárs Balettnek és a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak, aminek novemberben lesz a bemutatója. Most szeptemberben lesz egy színházi bemutatóm Amsterdamban, azon dolgozom októberben Nápolyban, aztán pedig az új évben pedig Fehérváron a zenekarnak. Tehát azért fogunk találkozni. Persze. És akkor mit kívánjak búcsúzóul? Hát nem tudom. Nem is tudom, hogy mit kívánj nekem. Hát sok szép munkát, meg a folytatását ennek a megkezdett útnak talán. Történjék így. Köszönöm szépen. Köszönöm, Dani, hogy megtiszteltél bennünket. Kedves nézők, önöknek is köszönöm a figyelmüket, és kérem ne feledjék, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kapuja tárva, nyitva áll önök előtt is. Ebben az esztendőben érdemes lesz ismét ellátogatni erre a csodálatos zenés őszre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.